Az elmúlt hétvégén Érden rendezték a női és férfi röplabda magyar kupa döntőjét, illetve bronzmérkőzését. Az már korábban eldőlt, hogy a Fátum Nyíregyháza a harmadik hely megszerzéséért lép pályára Békés Csaba ellen. Az első két játszmát a csabaiak nyerték, a harmadik szedben viszont szépített Németh Szabolcs csapata. A negyedik játszma nagy csatát hozott, végül a Békés Csaba 25-23-as sikerével 3-1-re megnyerte a mérkőzést. Nagyon-nagyon készültünk erre a mérkőzésre, és nagyon szerettük volna megnyerni, tehát mi tényleg győzni mentünk Érdre. Nem sikerült, több szempontból is bosszus vagyok, bosszusok a lányok is, mindenki itt Nyíregyházán most emiatt a mérkőzés miatt, mert az első szedben abszolút uraltuk a mérkőzést, és ott kicsúszott a végén a kezünkből. Aztán utána az persze lélektanilag rányomta a csapatra, és ebben benne is volt a második szettünk, azt lényegében ott teljesen kapituláltunk, ott azt csinálta Békés Csaba velünk, amit akart. Utána nagy erőfeszítések árán visszajöttünk a mérkőzésbe, megnyertük, és egy nagyon kiélezett 17-17-ig egy nagyon kiélezetten haladt negyedik játszma, van ott a végén 2-3 labda megpecsételte a sorsunkat. Ennek ellenére 24-20-ról megint visszakapaszkodtunk, de már azt az extrát nem tudtuk a végén megcsinálni, ami azt eredményezte volna, hogy megnyerjük azt a játszmát, és ugye mérkőzésben maradjunk. A nyíregyháziak nem sokat pihenhetnek, mivel pénteken már a Kaposvárt fogadják a bajnoki negyeddöntő első mérkőzésén. Innentől kezdve legtöbb 15 mérkőzésünk van, erre kell fölkészíteni őket, de természetesen ugye a legjobb verzió az a 9 mérkőzés, amit mindenki szeretne, mert úgy lehet a lányokat a legjobban regenerálni negyeddöntő, elődöntő és ugye a helyosztó között. Mi úgy készülünk, hogy a Kaposvárt a 3 mérkőzésből lehozzuk, de még egyszer mondom, fizikálisan a lányok úgy vannak felkészítve, hogyha ne adja Isten, akkor a 4.-5. mérkőzésre sor kerülne, akkor azt is bírják. Ez mentálisan kell nekik helyre tenni. Kaposvárt eddig oda-vissza megvertük, én úgy gondolom, hogy kristálytiszta játékkal a Kaposvár kerete nem változott, a miénk változott, reményeink szerint erősödött azóta. A Fátum Nyíregyháza Kaposvár mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A második meccs hétfőn lesz Kaposváron, a harmadik találkozót pedig jövő csütörtökön rendezik Nyíregyházán. Amennyiben szükséges, március 27-én és 30-án is pályára lépnek a csapatok.